Tavaly nyáron ismertem meg a Lego Manufacturing igazgatóját, aki akkor látogatott el a Déri Múzeumba, és rögtön kiderült, hogy nagy érdeklődés van a muzeológia iránt az ő részükről, mi pedig nagyon szerettünk volna egy ilyen céggel együttműködni. Így aztán, amikor idén októberben egy olyan időszaki kiállítást nyitottunk Kárpát-medencében címmel, amelyik egy dán-magyar projekt. Itt természetes volt, hogy megkerestük őket, és azóta alakult ki ez az együttműködés a Legóval, és hát társulásával ugye a Teked Egyesülettel, illetve hát nagyon régi partnerünk a Debreceni Tankerület és a Szoboszlói úti iskola is. Így jött össze ez a projekt. 2014-ben kezdtük ezt a programot, és semmi tudatosság nem volt benne. Négy sráccal dolgoztam együtt az iskolából, kettőjüknek elég sok problémája volt, voltak rendőrségi ügyeik, drog problémák, és ők segítettek egy projektben, és utána ők mondták, hogy ezt szeretnék folytatni. Aztán én úgy vettem észre, hogy egyre nyitottabbak, egyre kevesebb gond van velük, és gyakorlatilag így indult ez az egész történet. És maga ez a, hát ha ezt mondhatom, hogy misszió, ez a számomra ez még mindig ugyanaz, az, hogy olyan srácokat szedjek össze az iskolából, akik hátrányos helyzetűek, hallozottan hátrányos helyzetűek, családi gondokkal, függőségi problémákkal küzdenek, és az, hogy ők elvégezzék az iskolát, és illetve hát elindítsuk őket aztán az iskola utáni életben. Első körben csak saját magunk az iskolánkban, a stúdiumban építettünk, csak azért, hogy valamivel eltöltsük az időt. Aztán jött egy felkérés, hogy ezeket a képeket kiállítsuk, így mentünk a Magyar Nemzeti Galériába, 17-ben a múzeumok éjszakájára, és ott volt az első ilyen igazán nagy mozaik építésünk. Nyilván azóta finomítottunk a technikán, meg azóta, hogy minél több tapasztalatunk van, egyre jobban, gördülékenyebben tudjuk ezeket a programokat megvalósítani, és most már az a cél, illetve az is a cél, hogy ezek a srácok, akik a csoportban benne vannak, egyfajta irányító szerepet vállaljanak, és így sokkal szociálisan érzékenyebbek lesznek, a kompetenciáikat tudjuk fejleszteni, illetve hát az általános iskolásoknak, meg az összes résztvevőnek egy plusz örömet tudunk szerezni. Mindenképpen fontos, hogy egy olyan esélyt mutassunk, egy olyan lehetőséget azoknak a gyerekeknek, akiknek szükségük van az iránymutatásra, a segítségnyújtásra, ami elérhető. És nagyon örülnék neki, hogyha esetleg Debrecenben is ki tudnánk alakítani egy ilyen csoportot, egy ilyen lehetőséget, és ahogyan itt jelen voltam ezen a rendezvényen, és jelen vagyok, folyamatosan azon gondolkozom, hogy mit lehetne ebből nekünk is még kamatoztatni, mert ez egy ötlet, és amit tovább lehet fejleszteni. Ugye ez Nyíregyházán már nagyon jól működik, és mindenképpen szeretnénk a csoportvezetővel is erről beszélgetni majd, hogy áthozzuk Debrecenbe, és nem csak egy-két alkalommal, amikor mondjuk ez a rendezvény megy és folyik, hanem egy hosszú távú együttműködést is szeretnénk kezdeményezni.